Na sziasztok! Ebben a videóban ez egy érdekes videó lesz, mert ez a csatornának olyan ez az első videó, aki vendégszereplő van itt mellett. Na, itt van Szabi! Hello, Star! És minden... Vencisták! Mindenféle, így az így, amikor a videósok így megszokták kapni egy negatív kommentet, hogy mindenfélenek elhordják a videósokat ezek a különböző internet patkányok, tehát... Igen. Ugye, mit gondolsz azokra, akik mindig leoltják a videósokat? Én azt mondom, hogy jó, hogyha egy videós kritikákat kap. Igen, igen. De igazán nem szabad a videósokat negatív kritikákkal övezni. Tehát jó, semmelyik videó sem tud tökéletet tartalmat csinálni. Tehát például most mondok egy példát, most azért Vencerről, azért nem egy jó, nem egy ilyen sértés, de mondjuk én nem igazán szeretem azt, hogy nem csinál végigjátszál, csak ilyen beszélgetős, meg reakció videókat, tehát csatorna nem abból áll, csak hogy beszélgetünk, tehát ilyen különböző gameplay videókat, tehát hogyha van neki játéka, bár pedig van jó pár, csináljon egy végigjátszát, vagy bemutatót, vagy úgy, hogy esetlegesen, mint amit én csináltam a GTA San Andreasban, hogy csinálni fogok még adventure részeket, meg baromkodás részeket. A következő részben már előjáróban mondtam, repülőt fogunk lopni. Igen, tehát ez mi úgy lesz, hogy Izzi már Szabival ezt elterveztük, hogy ez most lesz, hogy ez a videó, ami most van, ez az én csatornámra fog felkerülni. Majd hogyha majd ő hozzá elmegyek, majd egy GTA-s szerenden baromkodás videót, na az ő csatornájára fog majd felkerülni. Harmadik része. Nagyon jó. És amiben én ott leszek, az ő csatornáján fent. Vagy lehet már az ötödik rész, mert már lehet az előtt része. És akkor azt mondanám még, kedves, hogy a Vence listát nagyon szerintem bekövethetne. Facebookon is fel vagyok, úgyhogy iratkozzál fel a csatornámra. Biztos sokan ismernek, akár Látárból, akár YouTube-on. Iratkozzatok fel, mert nagyon jó tartalom van. Jó, most igazából nincsen tartalom, mert most nem találtam még olyan tartalmat, amit letölthetnék, vagy nem letölteni. Igen, egyébként Csontos Szabolcsnak hívják, Szabolcs Gaming a YouTube csatorna, és Csontos Szabolcs a Facebook oldal, tehát aki bejöhet ismerésre, akkor ugye. Nekem is az ismerésre a Facebookon, tehát én... Na, én akkor azt szeretném megkérdeni tőlem, hogy ugyebár hogy te neked mi lenne, hogy a következő videó mikor válható és miből a csatorna? Hát Military Wars gameplay lesz, tehát tudja... Military Wars, az igen, összebeszélünk és közösen játszunk Military Wars. Ja. Mert az az egyik kedvenc játék. Informatika órán a Leader Strike mellett azt nyomom. Ja. Egyszer már volt olyan, hogy órán... Uh-huh. 100 kill-t nyomtam le, 2,5 menet. Az igen. 100 kill-t. Csak igazából érted, ugye a mi iskolámban van, ugye, de nem mondom meg az iskolám nevét, mert nehogy aztán zoglassátok a tanárainkat meg mindennel. Úristen, tehát te... Két dolog az iskolában jön, hogy így kettőször annyi esély van. Igen. Hatásra. Igen, hát igen, gyakorlatilag mi informatikórán nem szabad nekünk gépezni, tehát meg se engedni a tanár, tehát jó formán. Jó formán nekünk, mert minden második óra. Uh-huh. Hát jó nektek, hogy azért gépezhettek meg minden gépezés óra. Ja, az a kedvenc. Eleve én azt mondanám, hogy a Military World gameplay után szerintem csinálj pár játékban mutatod. Látom, itt van fönn a polcatokon, vedd is le. Milyen játék? Megmutassam? Uh-huh. Várjál, mindjárt a pulszumon, várjál. Itt van, hogy milyen játékokból csinálhatsz még videókat. Várjál, csak akkor várjunk, igen, itt van. Vannak még itt játékok? Hát vannak ám páran. Na, az első az a SimCity, nem tudom, hogy jó. Nem tudom, fordítva ez van, mikor SimCity. Na, itt van ez a SimCity. Nem tudom, hogy fordítva ez a SimCity. Igen. Ez a SimCity. SimCity? A SimCity-t azt sokan ismerhetitek, nagyon jó városépítős játék. A városépítés... A világ legjobb városépítős játéka. Igen, ami nagyon jó. Igen, a következő... Ez ugye ez a... Ezt apukámmal vettük a
Arcád Plázába, következő játék. Az meg a Train Fever, na ez az életem első PC-s játék, ami itt van. Train Fever. Hát amivel ez... nem, amit már, mert nem szoktam ugye játszani, ilyen a háborító, ilyenek is. A Train Fever az egy olyan játék, amiben egy saját vasút társaságot kezelhet az 1850-es évektől. Na, már van. Volt egy bemutató videó a Jurosságból, úgyhogy magyar módban is lesz videó. Ja. Úgyhogy ez is egy téma. Következő az Umsi 2. Egy nagyon jó buszszimulátor, de azt hallottam róla, hogy nem olyan, mint az Asztalgon féle buszszimulátor, de ja. Tényleg a realitásra mentek rá, nem inkább az élvezetre. Ja. Következő, az nem tudom, hogy volt az a utolsó játék pedig DTM. A DTM, ugye. Aki nézi a DTM-et, bárpedig szerintem sokan tudjátok, hogy a DTM egy nagyon jó autóverseny sorozat, amiben ilyen olyan nagyobb autókkal megy. Szerintem biztos rakom a helyére, várj ezeket. Igen. És azt szeretném kérdezni még, hogy neked mi a terve? Tehát, hogy következő videó mikor lesz a csatornán? Következő videó az kb. Hónap lesz Military Wars-ból. Military Wars-ból. Akkor közösen fogjuk azt is csinálni, bár én akkor nem leszek látható, hanem a számítógépen keresztül a játék közben fogunk összebeszélni. Igen, nem tudom, van Skype-od? Skype-on? Van. Ugye van? Nincs. Akkor csinálj egy Skype-profit, és akkeresztül is bírunk beszélni. Uh-huh. Skype-on keresztül. De azt hogy kell csinálni? Hát tudod, már, tehát nem, figyelj, nem kell Skype, na, ma csak úgy összebeszélünk a gépen. Írogatunk, na. Csata. Na igazából én vagyok az idősebb, tehát én 2005. januári vagyok. Én meg 2005. december, úgyhogy egy évvel nagyjából idősebb. Na. Hát majdnem egy évvel. Igen. Fiatalabb, nem idősebb. Na, és akkor játszunk egy ilyen, hát úgymond ilyen kérdezőst itt, tehát hogy én kérdelek egyet, és Bence válaszol, nem? Nem jó válaszol, én kérdelek még egyet, és fordítva. Jó, rendben. Na, akkor én kérdelek először. Na, Bence, Robloxból már volt videó. Mikor adták ki a Robloxot? Mikor raktam ki a Robloxot? Mikor adták ki számítógépet? Várjunk csak, nem 2004-ben véletlenül? Messze. Tú, 1997, nem tudom. Nagyon messze van. Passzolt? Passz, nem tudom. 2010. Hú, a fenébe. Következő kérdés. A Eurotrash szimulátorban melyik magyar város nem szerepe az alábbiak között? Pécs, Budapest, Győr vagy Szeged? Pécs, Győr, Szeged. Pécs, Budapest, Győr, Szeged. Melyik nem szerepel benne? Hát a Pécs, a Szeged, meg a bármi, mi is volt még? Győr és Budapest. Meg a Győr. Meg a Győr. Akkor, de most az a kérdés, hogy melyik nem szerepel benne? Melyik nem szerepel benne? Tehát mondom, a várjunk csak az a Pécs-Győr, meg a... Budapest vagy Szeged? Pécs... Hát várjunk csak... Hát a Pécs... Meg az... Az nem szerepel. Várjunk, a Szeged! Szeged! Győr! Nem. A Győr! Na, a Győr, igen. Na, kérdezte valami. Akkor... Olyan, amit a csatornámra kiraktam. Tudsz róla információt. Melyik volt az első videód? Első videó? Hát az hang nélküli volt, ami 17-es hajótól, vagy 18-as a hófoglaló első része. Igen. Ami nincsen hang rajta. Igen. Emlékszem, hogy Joey-re hoztam létre az ő csatornáját, mert nem tudta, hogy kell. Én hogy csináltam neki azt a mostani jelenlegi csatornáját. Igen. Következő kérdésem, Vence, melyik weboldalon található a Superdrift 3? Superdrift 3? Fú, elé, nem a sok oldalon, de azt a JT Games-en, uh-huh. Meg fú, meg sok oldalon. Jó, tehát... jó, akkor most kérdezte valami. És melyik volt az első videóm? Első videó az a csatorna bemutató. Az, ami 2017. szeptember 18-án raktam ki. Hát egy hónapunk múlva lesz két év, hogy kiraktam, de akkor mekkora kicsike voltam, azt akkor nézzük a... Tehát majd lesz olyan videó reakció saját magamra, azt akkor megnézzük a... Montás legyen. Nem tudom, de majd... Na, következő kérdésem, ami igazán jó.
Á, meg van. Hova? Hogy hívták azt a hegyet, amire felmentem a GTA Adventure-be motorral? Jó, nem tudom. Carson Head? Nem. Johnson? Nem, nem. Marston? Kirian. Ja. Következő kérdésem. Hány epizód készült eddig a GTA 5 barom? Vagy GTA szedem lesz baromkodában? Hú, várjunk, 3 vagy 2. 2 szerintem. Igen, 2, a harmadikat nem sikerült kérdezni. Következő kérdésed. Mikor halt meg Kutlefner? What? Az kicsoda. Na jó, semmi, akkor szedjük, akkor... Mikor hozták létre Jurtek Simulator 2-t? 2012. Jó. Következő kérdésem. Hol készül a Eurotruck Simulator 2 új DLC-je? Mi a neve? Hallottál? Amerikai. Nem. Európai. Szomszédos országot írtam. Helyes válasz. Mondhatom? Igen. Beyond the Black Sea. Aha. Ami Románia mutatja be Bulgáriát, meg Törökországot, meg Görögöt elvileg. De most figyeld! Nálam csinált már olyat, hogy kidobott ez a Eurotruck Simulator 2-es dolog, amit nálam csinált. Nem, sem. Nekem nem. És akkor következő kérdésem az lesz, hogy milyen melyik weboldalon található meg a Tunkup? Tunkup, várjunk, mi volt a neve, a játéksziget vagy valami? Tunkup. Nem tudom. A Cartoon Network hozzá. Ó, felében, nem most ott játszottam! Ne, akkor következő kérdésem, valami egyszerű. Az alábbi a közül melyik város nem szerepel a jelenlegi MTS 2 magyarban? Hú, nem tudom. Csákvár, Budakalász, Ercsi, vagy esetlegesen Kálor, vagy nem Kálosz, hanem Balaton akaratja. Balaton akaratja. Igen. De egyébként képzeld, hogy chatroulette-eztem valamikor. Tudod, mi? De én, tudját, nem, ti még nem tudjátok, én chatroulette, régebben chatroulette-eztem, azt akkor voltak ilyen pedofilok, aki mutogatta így a nem is szóval zsvét. Jön a következő kérdés. Simogatta így, júj. Én kérdeztem valami. Mi az a pedofil? Nem tudom valami. Nem is szerintem. Láttam, mi az. Komolyan, nem tudom, mi az. Mi az? Az, aki mutogatja a gát. Jó, következem, hogy ne ilyen borros kérdéseket. Milyen jó pólóban, mi van rajta a repcsik? Szerintem nem tudom. Láttál, pasárgyó. Nagyon jó traktor. Következő. Következő. Kérdés, tedd fel. Hol van Los Angeles? Los Angeles? Hát az amit. Amerikában a nyugati part, Kalifornia. Következő kérdés. Ami a te videóidról. Kire nem reagáltál még az alábbiak közül? Szabies, Owen McKendry, Szalai Isti, vagy esetleg Uborcraft. Uborcraftra még nem reagáltam. Uborcraftra még. Igen, nézést, de ez még az utóbbi rész még benne lesz vágva. Igen. Na akkor, ugyebár az volt a kérdés, hogy akkor... Volt, már nem emlékszem. Az, na, mindegy, következő. Alábbiak közül melyik ország melyik város nem szerepel benne az LTS 2 alapmapjába? Cetin, Austin, Luxemburg, vagy esetlegesen Torino. Luxemburg. Nem. Austin. Következő kérdésem. Az alábbiak közül melyik település nem a Going East LTS 2 modban van? Esetlegesen Besztercebánya. Austin. Budapest, vagy
Pozsony. Szerintem Austin. Nem, a helyes az Pozsony. De Pozsony nincsen benne, ez hogy? Az az alapotóban van benne, Pozsony. Következő kérdésem. Az álmiak közül melyik videóban mutattál be egy internetes játék? Egy olyan játékot, amiben autóval vagy. Autó. Jó, az a Super Drift 3, igen. Meg a Russian Car Driver, igen. Igen, te jó. Az, ami kb. Egy évvel ezelőtt volt az a Russian Car Driver, igen. Igen, ahol én is játszottam, azt végig bírtam majdnem vinni. Egyszer az első fokozatot a Championship-be végig vittem. Aha. Na, te jössz. Igen. Mikodok így mondva. Amikor jártál a régi iskolában, milyenek voltak az osztálytársaid? Kérlek, légy szíves, ne említs fel a neveket, tehát ne hogy hát a neveket nem is fogok említeni. Mert személyiség jó. Kézjelekkel fogok mutogatni. Igen. Aha. Na, a következő kérdésem. Mondd meg, hogy melyik a kedvenc tantárgyad az iskolában. Nekem magyar, meg a töri, hittan, akkor izé, akkor töri. Akkor azt mondom... Itt voltak a tanulmányokat. Na, kérdezte valamit. A régi iskolában melyik volt a legrosszabb osztálytárs nevek felemlítése nélkül és arcmutogatással, bőrszínnel? Körülírom inkább. Cigány és barna színe. Aki mi csinált veled? Piszkál, GTA-ról beszélt. Hogy akar csinálni vele, mint a GTA-ba. Egyszer mondtam neki, egyszer találkoztam vele utcán, de mindig mondták, hogy GTA San Andreas. Mondom neki, kedves barátom, jó tippeltél, már GTA-val játszok én is. Igen. Na, következő kérdésem. Na akkor, a Goat Simulatorban melyik kecskét mit nem lehet csinálni? Esetlegesen kecskékkel viadalozni, fölmászni egy darura, esetlegesen tüntetést megszervezni, vagy esetlegesen egy katapultból kilőni magad. És ők? Melyiket nem lehet csinálni a Go Simulátorban? Ki kell kilőni magad? Nem. A helyes válasz a strike szervezés. Azt csak szépen és van. Felrakok egy kérdést. Most te vissza mennél a múltban, mondjuk, bemenni a régi iskolába, és látod, hogy ez a cigány gyerek piszkálni, akkor megvédeni és járvonod, és a cigány gyereknek mit mondanál? Hát, annék neki egy jobb anyán, azt mondom, tessék ezt neked. Aha. Na, most én kérdezem. Ez egy nagyon laikus kérdés. Ugyebár tudod, történelemből majd egyszer tanulod, vagy tanultad, hogy 1941-ben volt Bárdosi László, és amikor bombázták Kassát, akkor azt mondták, hogy hú, a szovjetek csinálták ezt, a németek oldalán be kell lépni a háborúba. De kiderült, hogy minden valószínűséggel németek voltak. Mit csináltál volna? Én úgy mondjuk Bárdosi ott tettem? Nem, Bárdosi helyébe. Az oldalán lépné be a háborúba? Én a szovjetek oldalán. Hát. Akkor mi lett volna? Hát visszakapnánk a területeket? Igen, visszakapták volna a területeket. Igen, én azt csináltam volna, hogy országot amerikaiakkal megszálltattam volna, hogy a nyugati blokkban legyek. Nyugati. És amerikai is, igen. De nyugodtok a háború végén, amikor szovjeteket a háború végén kiküldtem volna a francba, igen. És amerikaiakkal megszálltattam volna ezt az országot. Na, következő kérdésed. Gyakorlatilag, hogyha mondjuk... Hello! Hol lakik ez a cigány gyerek szerinted? Szerintem a Marsai alvégben minden cigányok. Igen. Jó, eltaláltad, a Marsai alvégben lakik. Következő 176 cm. Következő kérdésem az, hogy... Az, hogy... Hogyha egy mi lenne ha kihívás... Mi lenne ha... Megkapnád álmai sportautóját, de mindössze egy évben csak 10 órát vezethetnéd. Benne lennél? Benne lennék, és akkor mit csinálnék így baleseteket, és akkor jó, következő kérdés. Olyan, hogy mi lenne, ha... Így kérdez. Hello.
És azt sem, hogy ez a szemöldökemet így ízjele. Ja, látom. Figyelj, mutatok nektek egy eszperantót. Hello! Sziasztok! Nem, csak ügyéskedtem. Na jó, van az édem. Beszélgessünk angol nyelven. Ó. View for the strong sagas, be your for beautiful and viewers. What? I don't know what you do. Ez a húgom hangja. Csönd legyen. I report you saying you may die for you, Kenj. No, I do not. No. The for you stage may be karma. I just Hungarian. Do you speak German language? Well, so what's the butter? This bitter and for again is coming. Bitte schön. Bitte schönt for the spine can. Na, most érdekes szolgom. Na, talál ki, hogy van a dánoknál, meg a svédeknél a sziget? Mert freak fox! Egy betű. Gálkodó kérdése. Na, mi lenne, Bence, mi lenne, ha minden jó márkával felruháznád magad, de minden nap a fotósok kerülgetnének téged, mint divatbálványt. Mit csinálnék velük? Aha, benne lennél-e? Benne lennék, kapnék sok pénzhoz kész, izé. Jó, következő kérdés. Milyen a jó új iskola? Noise school? Ja. Old Alten school? 9. Ja. És melyik te... Jó, ne a laptopba kérek, jó? Akkor izé. És közül, amikor te a régi iskolán osztálytársak, hogy fogadtak téged első osztályba? I don't know. I didn't remember the... Ezt kérek magyarulban mondd már neked. Nem tudom, én nem emlékszem. Csak beraktam. Újra kezdhetjük. Nem? Biztos nem. Hígyeskedtem. Ez a kapóság. Gyakorlatilag, de most én a hatodik osztályban. Állítólag nem akarik izvén, állítólag azt beszéltek, hogy ki akartál volna zuhanni egy ablakon. Angyilkos kísérleteim lenne beszéljük. Jó. Hosszú történet, a nézőket is elunná. Jó, nem mondjuk, mert nem akarok bele... Meg a tartalom az ténylegesen, én nem úgy akarom, hogy 18 pluszos tartalom legyen. Hát nem akarom izén, tehát nem akarom kitegeretgetni a Szabinak a lelki világát, izé. Tessék, izé. Olyan. Nem, ugye nem sértettél meg, hogy ez... Nem sértettél meg, ugye? Hogy. Na, akkor most kérdezek még kérdéseket. Még egy pár percig beszélgessünk. Na, következő kérdés. Mi lenne, ha megkapnád a világ legszebb házát, de egyedül kell a gondját viselni, mint például kitakarítani, főzni benne, kertet gondozni, stb. Ugye elfogadnék a olyan házat? Benne lennél-e. Hát nem tudom, de ilyen közömbös. Tehát nem tudom. Közömbös, jó. Na, most te kérdezzél. Csak ne sülis dolgokat. Jó, egyébként is jó van, rendben. Most, egyébként erről azt mondnék, hogy... Mit csinálsz? Látom a kamerámat, okos! No. Na jó, de... És egy jó rendben, zem... Nem ilyen. Na, akkor van még... Na! Jó számom, három kérdésem hozzád. Első kérdésem az, hogy mi történne, ha mindenki segíteni tudnél a világon, viszont cserébe neked kell elviselned a világ legmagasabb embere címét. 295 cm. Jézusom, akkor mindenkit lett a... Fúj, de! 295 cm! Mindenkinek segítenél. Tudod, mit csinálnék veled, hogyha kétszer megemelnék meg téged, és cipelni téged? Következő kérdés. Mi lenne, ha találkozhatnál életedben valaha egy híres
vagy hát egy filmben szerepelhetnél. Tehát mondjuk egy olyanban, mint a Bosszúálló film. Igen. De a forgatási díjat neked kéne kifizetned. Tehát ez a 65 millió dollár? Igen, nagyjából. Nem tudom. Egyébként a Szobinak be akarom mutatni ezt a Kill Bill filmet, nem tudom, ez a véres, nem tudom, izé, mert egyébként... Hát én inkább nem nézek véres filmeket. Én inkább animációs filmeket nézek. Egyébként... Nekem is van egy saját filmem kézeledbe. Az a neve, hogy Hajszol győzelemért. Volt ez a... Tehát van olyan török zene, ami nagyon csúnyának hangzik. Micsoda? Majd mindjárt megmutat. De nem tudjuk, mert akkor leállna a felvétel, nem megy. Vagy köbök, kobra vagy. Mondd érted? Kurva. Még egy pár percig beszélgessünk. Na, utolsó előtti kérdésem. Vencel, körülbelül te hány évig akkor ezt a videót lesz folytatni? Hát, ameddig ugye van kedvem hozzá, meg minden. Hallottam olyan videós, aki 85 évesen extrém challenge-eket csinál, mint például aerodrón. Micsoda? Komoly! Igen. Lefutott az öt kört, vagy mi? Nem lefutott az Iron Maratont. Jézusom, Máriám, nem lett baja neki? Atya, úristen, ah! Kérni, 215 ember közül lett. 215 itt vagyunk. Na, és akkor jöjjön az utolsó. Jöjjön az utolsó kérdésem. Hogyan? Kéne egy olyan videócsatornál, hogy hogyan lehet TTS 2 magyarban letölti? Olyan tutoriál videót csinálsz-e majd? Olyan tutoriált? Hát... Aha, például ilyet, hogy valamit letölteni, vagy izé. Kurva, kvak, köcök, kurva. És akkor gyere, egy fotót csináljunk ki. Jaj. Így úgy beálltsa. Köszönjük, ez volt a fotó. Na, akkor még egy utolsó kérdést tegyél fel, hogy azért kerek 15 perc legyen. Na. Emlékszel az ózádra? Ózádra. Igen. Arra emlékszek, hogy utolsó két csoportba nem bírtam aludni. Igen. És te mire emlékszel? Ja, de azt bírom, amikor volt, te mindig átjöttél a csoportunkba, mert egyfolytában nem bírtál aludni, azok átküldtek téged. Ja, én nem szeretek aludni. Én általában este szoktam aludni. Egyszer játszod egyenlős milliómossal? Hát majd lesz, de még nem most, hanem később, nagyon később. Még 2100 január 4-én akarom a videót felupdate-át majd. Az igen. Addigra már 95 éves lett a taleszel. Jó, nem csak hihetsgettem, a vicc a kérettévé nem olyan később. Jó van. Na, hát akkor azt mondanám, hogy köszönjük szépen a figyelmet. Igen, ez a kettő rész anyagból, tehát összevugom majd vágni ezt a kettő anyagot. Igen, és akkor hát lájkoljátok mind a két csatornát. Igen. És kérlek, rendszeristákhoz, hozzá, sokan nézzétek meg ezt a videót. Én is meg fogom nézni. Majd kérlek, nézzétek meg, mert... Meg fogom nézni, biztos. Mert nekem sok fej, nekem meg kell lenni a 100 feliratkozónak. Nekem meg az 1 milliárd meg. Anya, nem is érünk. Na mindegy, ez csak vicc volt. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok, további szép nyaramat!